Jó reggelt, Zsír TV nézők! Zsír el volt tűnve, sok a dolga, és most volt egy kis történés az életében. Aztán gondoltam egy kis összenetet, elmondok itt. Lesznek videók, vannak videók, csak nem volt időm vele foglalkozni. Nagyon év vége, meg év eleje van. A lényeg az, hogy minap kapok egy üzenetet egy ismerősömtől, miszerint szóljuk már oda a másiknak, aki őt vélhetően átverte, mert hogy ha vett valamit, és az nem is úgy volt, meg nem is azt kapta, amit megbeszéltek, és hadd segítsek meg neki, mert hogy nekem ismerősöm. Egy szó, mint száz, ráírok a srácra, kedves volt, kellemes volt a srác. Azt mondta, hogy persze, semmi gond, nem vitatkozott, küldje vissza, amit vett a másik fél. Mondom, nekem az egész és semmi köze, mint csak engem megkértek, hogy segítkezzek a folyamatba. És hát így is történt, az egyik fél, a másik ugye közben, meg azután, meg azelőtt ment az anyázás, de abból én csak hagyiságokat láttam, mindegyik küldte nekem a screenshotját, ugye a képernyő részleteit. Neveket nem mondok meg, én nem ítélkezek senki felett, nem mondom azt, hogy bárkinek is igaza van. Ennek van igaza, vagy annak van igaza. Ezek történések. Én ezzel nem tudok se az egyikkel egyetérteni, se a másikkal, se a egyikre dühös lenni, se a másikra. Viszont ami a lényeg, hogy ez a tanulság belőle, amit most akarok elmondani, hogy van egy úgynevezett használt alkatrész piac. Mindegy, ez motor, telefon, vagy akármi. Azzal kezdjük, hogy aki levet valamit a motorjáról, így levesz, nem azért veszi le, mert jó, és szart akar föltenni, hanem amit levesz, az már ki annyira nem felel meg. Lehet, hogy nem rossz, de nem felel már meg neki. Na most, te azt, ami nem felel meg, látok itt sok ilyen hirdetést, hogy keresek baloldali motorbicikli tank lepke idomot. Érted? Már maga az, amit én leveszek tanklepkédomot a motoromról, azért veszem le, meg karcos, fáradt, és hó, hello, nem eladom, elajándékozom. De ez már az én dolgom. Szóval, ha leveszem, akkor azért, mert hello. A másik ezt keresi a hellót, megveszi a hello szart, és még utána hisztizik, ordít olyan megjegyzésekkel, hogy nem tűri a józan arcom kimondani. Ha lenne benne mondjuk így vezetés ködben egy kis pia, akkor elmondanám, de mégsem, ugye piásan nem vezetünk. Elvileg. Gyakorlatilag ugye előfordul. Már nem velem, hanem azokkal, akik piásan vezetnek. De a lényeg az, hogy tanulságozza az, hogy gyerekek, leveszel a motorodról valamit, ami fáradt. Neked már nem jó. Eladod. Oké. A másik, aki keresi a fáradt cuccot, megveszi, és utána hiszt is, és balhézik, hogy a fáradt cucc mégsem olyan jó, mint ahogy ő gondolta, és elküldi az anyjába. Kinek van igaza? Teljesen mindegy, gyerekek, de ez a használt piac. A bérérezett derülők reggel óta elolvasta az egyik ilyen csípős. Hogy is hívják ott, hallod? Jáj, nagyon kemény. Zsír TV, további jó vásárlást, értékesítést.